Így kell játszani a petánkot, egy nagy fémgolyót minél közelebb hajítani a célként szolgáló kisebb golyóhoz, akinek ez többször sikerül, mint ellenfelének, az 13 pont után nyer. 800 gram, ami azt jelenti, hogy rendkívül kemény talajú pálya kell. A pályák alapkövével a kezében Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont új ügyvezetője azt mutatja éppen, hogy nem mindegy, milyen a pálya talajának szerkezete. Zúzott köves területen célszerű játszani, ezért ennek megfelelően alakítják ki a 6 szekszárdi pályát, amiből 2 a fürdő területére kerül, 4-et pedig az atlétika pálya közelében építenek meg, az ügyvezető itt tette le az alapkövet is. Az Európa-mediterrán országaiban népszerű golyójáték egyik hazai központjává tennék Szekszárdot. Egyelőre 3 játékos van, akikre építhetnek. Ők eddig a fürdő parkolójának zúzott köves talaján gyakoroltak. Meséltek a játékról, aztán olyan szenvedéllyel játszottak, hogy megragadott. Saját magam is kipróbáltam. Szeretnénk, ha Szekszárd jelentős petánkbázis lenne az országban. Jelenleg még nincs petank szakosztálya Szekszárdnak, de ez később változhat. Az ügyvezető már 2021-re nagy célokat tűzött ki. A petánk az egy érdekes dolog, ugye jelen pillanatban a 2021-es Birmingham Egyesült Államok területén megrendezedő világjátékoknak a része. Van még idő esetlegesen akár oda is bejutni, tehát ha valaki nagyon-nagyon ügyes és nagyon-nagyon jól játszik, akkor akár a világjátékokon is részt vehetne szekszárdiként. Szeretnénk, ha erre a szintre törnénk. Hogy ez mennyire sikerül, majd kiderül, minden esetre a körülmények biztosítottak lesznek, mondja az ügyvezető. A pályákhoz a tervek szerint a jégpálya elbontásával felszabaduló lelátót is felállítják.